Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kezdődik a motoros szezon, közlekedésbiztonsági akciót szervezett a Szekszárdi Polgárőr Egyesület. Óraátállítás, idén március 26-án kerül rá sor. Falusi disznóvágás, Lengyelen másodízben rendezték meg az eseményt. A Liszkadárc Open első forduló, 48-an neveztek a versenyre. A gondoskodás éve, ezt tűzte ki célul idén az Országos Polgárőr Szövetség. Ennek kapcsán tartott közlekedésbiztonsági akciót a Szekszárdi Polgárőr Egyesület. A szervezet motoros járőrei a Béla Király térről indultak, és egészen Dunaföldvárig gurultak. Szekszárdon a Béla Király térről indultak a helyi polgárőr egyesület tagjai. A csoport egy közlekedésbiztonsági akcióval hívta fel a motorosok figyelmét, hogy megfelelően készüljenek fel az idei szezonra, hiszen nagyon fontos, hogy rendben legyen a járművek műszaki állapota, és egyebek mellett hasonlóan lényeges a védőruházat használata is. Az autósoktól egy picit több figyelmet szeretnénk, picit gyorsabban előzünk, mint ők, viszont nekünk is indul a szezon, nekünk is oda kell figyelni, vigyázni arra, hogy esetleg lehet, hogy csúszik az út. Nem csak a motorokat, hanem a tudást is le kell porolni a motorosoknak. Az akcióban a Szekszárdi Egyesület motorosai közül 6-an vettek részt. Az egyenruhások a Tolnai Vármegye székhelyről indultak, majd Tolnán, Faddon, Dunaszentgyörgyön, Pakson és Madocsán, Bölcskén áthaladva Dunaföldvárig motoroztak. Stronga Bettina járási koordinátor elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 2023-ra a gondoskodás évét tűzte ki célul. Ebből az alkalomból szerettük volna így a motoros szezon kezdete előtt felhívni a motorosoknak a figyelmét arra, hogy nagyon figyeljenek, hiszen ugye fel kell készülni mind a motorosoknak, mind az autósoknak arra, hogy elkezdődik ez a szezon, hiszen ugye rengeteg baleset szokott történni sajnos az utakon. Ugye erre nagyon oda kellene figyelni, hogy ezt tudjuk csökkenteni, és a polgárőrség ebben is részt fog vállalni, mind abban a szerepben, hogy a közlekedés biztonságára figyeljenek, mind pedig ugye a rendőrökkel közös szolgálatok során különböző akciókban részt vegyenek. Az eseményen részt vett és motorral felvonult Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke, aki egyébként a bátaszéki polgárőrség tagja is. Pontosan tudjuk, hogy mit jelent számunkra az, hogy a polgárőrségre mindenhol tudunk számítani, akár az iskolába menő gyermekek, akár a vállalkozók a telephelyeiken, akár a tanyatulajdonosok vagy gyümölcsös tulajdonosok, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy szerteágazó a polgárőrségnek a munkája. A felhívást hagyományteremtő szándékkal rendezték meg, emellett a Szekszárdi Polgárőr Egyesület célja, hogy minél többen érdeklődjenek a hivatás iránt. Hétvégén 4 könnyű sérüléses és 10 anyagi káros baleset történt Tolna vármegye útjain. Pénteken egy 60 éves nádudvari férfi a 61-es számú főúton közlekedett Pincehelyről Tamási irányába. Egy balra ívelő kanyarban elveszítette a kocsi felett az irányítást, és a jobb oldalon lévő árokba csapódott, mely során könnyebben megsérült. Szombaton egy 30 éves döbröközi férfi közlekedett autóval Csurgópuszta bekötő útján. A kereszteződéshez érve nem biztosított elsőbséget a Döbrököz irányából Kurt felé haladó kocsinak, ezért összeütköztek. A mellékúton közlekedő autóvezetője a balesetben könnyebb sérüléseket szenvedett. Vasárnap Tolnán, a Babics utcában a Kápolna irányába közlekedett egy elszabadult fogat hajtó nélkül. A vezető nélküli lovaskocsi az úttest jobb szélén parkoló autónak ütközött. A lovak hajtója elmondta, a tanyáján gyakorlás céljából fogta be az állatokat, de azok megbokrosodtak, elindultak, nem tudta őket megállítani. A rendőrök a szondát is megfújatták a férfival, ami pozitív értéket mutatott, azonban a körülményeket tekintve nem minősült járművezetőnek. A balesetet okozó lovak gazdája helyszíni bírságot kapott.
583 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 218, szombaton 160, vasárnap 193 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 12 illegális bevándorlót is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 19 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki az összesítésből. Az idei tavaszi óraátállítás március 26-án lesz, amikor hajnali 2-ről 3 órára kell átállítani a ketyegőket. Ezzel kezdetét veszi a nyári időszámítás, ami egészen október 29-éig tart majd. A kutatások szerint a változást követő első éjszakán mintegy 40 perccel alszunk kevesebbet, mely idővel 19 percre csökken. Tolna vármegye lakosainak egy része szerint inkább a nyári időszámítást kellene megtartani. Az óra ketyegése mutatja számunkra a pontos időt, amely évente kétszer változik. Magyarország lakosságát 1916. áprilisában értesítették arról, hogy április 30-án új nyári időszámítás lép életbe, amikor éjjel 11-ről 12 órára kell igazítani az óramutatóját. Azóta változtattak a dátumokon, de a szervezetünket ez továbbra is megviseli. Az unokákon veszem észre, ezek nekik nehezebb az átállás. A Magyar Alvás Szövetség korábban is hangsúlyozta, az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik az óraátállításhoz, sőt, a biológiai ritmust vizsgáló szakemberek egyenesen azon a véleményen vannak, hogy igazából sohasem képes alkalmazkodni. Kutatások szerint a tavaszi óraátállítást követő első éjszakán mintegy 40 perccel alszunk kevesebbet, amely idővel 19 percre csökken, de az elvesztett idő teljesen nem tűnik el. A hosszabb nappalok miatt sokan a nyári időszámítás mellett teszik le a voksukat. Este akkor kicsit másabb, mert korábban kéne lefeküdni igazándiból, de nem, hogy amúgy jó. Jó, inkább szerintem hagyják ezt, ami most lesz majd. Nem? Én úgy gondolom. Nem kéne változtatni. Maradna már akkor így. Az Európai Unió döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra. Ezután több óraátállítás nem lesz. A 2018-as népszavazás alkalmával megkérdezték az EU lakosságát, mi a véleményük az óraátállításról, a válaszadók többsége az eltörlését támogatta. A korábbi felmérések alapján 10-ből 9 magyar megszüntetni a kétféle időszámítást. Én a nyárit jobban szeretem. Talán a nyár, igen. Sokáig világos van. Igen, igen. Télen nem biztos, hogy a legkedvesebb, de nyáron mindenképpen. Szerintem az maradhatna. Igen. A nyári maradjon, ha igen. Lehet választani. Hazánkban utoljára 2021 elején esett szó az óraátállításról, akkor Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy bár Magyarország lakosságának többsége szerint a nyári időszámítást kellene megtartani, az lenne az előnyös, ha az EU tagországai egységesen döntenének, és ahhoz tudna igazodni az ország. Elindult az országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, közölte Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. A revizorok többek között fokozottan vizsgálják majd az étkezési, tojás és az édesipari termékek forgalmazását, még a Nébih laboratóriumában sonkákat, hidegkonyhai készítményeket, valamint tojásfestékeket tesztelnek. A tavaszi akció célja, hogy mind a felkészülési időszak, mind a húsvéti ünnepek zavartalanul teljenek, kizárólag biztonságos termékek kerüljenek a családok asztalára. Az országos célellenőrzés húsvét hétfőig, azaz április 10-ig tart majd. Lengyelen 130-an jelentkeztek a disznóvágás utáni vacsorára, melyet a falusi hagyomány megtartó disznóülésen készült ételekből szervíroztak. A településen másodízben tartott disznótorral szeretnék a jövő nemzedékének átadni azt a tudást, mellyel az ősök is munkálkodtak a téli szezonban. A bal kézzel. Igen. Még a bal kezes lennék, a lányom. Ja. Mint az én fiam. Lengyelen összehangoltan zajlott a munka a második alkalommal megrendezett falusi disznóvágáson. Közösen elevenítették meg,
Azt a magyar falusi népszokást, amely talán a legtöbb embert megmozgató esemény volt régen egy-egy településen. A disznótor alkalmával most közösen dolgozták fel a sertést, ahol mindenki tudta a feladatát. Az önkormányzat arra törekszik, hogy éltessék a hagyományokat. Sajnos már egyre kevesebb helyen van már otthon is a disznóvágás. Nem sokan csinálják, inkább megveszik már készen, és azért az ősök hagyományát így tovább tudjuk vinni. A jövőben még, ami én még szeretnék elérni, hogy még több fiatalt bevonni, hogy legyen kinek átadni ezeket a hagyományokat, mert lassan-lassan azért kopik az a népcsoport, az a korcsoport, akik tudják még az igazi hagyományokat. Ahogy az ilyen események alkalmával illik, Lengyelen is korán kezdődött a munka. A sertés hagyományos levágását követte a hús feldolgozása, majd jöhetett a disznótoros hurka, kolbász, töltött káposzta készítése, ami az esemény záró vacsorán került feltálalásra a bált megelőzően. A menő összeállítása alkalmával helyet kaptak a különböző népcsoportok receptjei. Megpróbáltunk úgy alakítani az étkeztetést, hogy a székely hagyományoknak megfelelően és a sváb hagyománynak megfelelően, tehát ott a levélbe töltik a káposztát, ez pedig egy savanyú káposztával elkészített gombóc. Igazából az összetevők majdnem ugyanazok, mint a másiknál, egy kicsit a fűszerezése annyival, hogy abba csombor és sok kapor van, ebbe pedig inkább a kapora jellemző. A lengyeliek összehangolt munkájának köszönhetően 130 adag étel került a vacsoraasztalra, és a mélyhűtőbe is jutott hús a későbbi egész falut megmozgató rendezvényekre. Kettől csütörtökig egy alkalommal módosíthatók a középiskolai felvételi jelentkezések, közölte az oktatási hivatal hétfőn. Mint írták, a diákok megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is felvehetnek. Újabb terület azonban csak az adatlapon, már szereplő középfokú iskolában, és csak az intézmény erre kijelölt képviselőjével előzetesen megbeszélve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni, hívták fel a figyelmet. Hozzátették, korábban nem választott iskolában nem lehet beiratkozni, és tanulmányi terület sem törölhető. Hatodik alkalommal rendezte meg a Tolna vármegyei sportközpont a Szekszárd Darts Open versenysorozatot. A négyfordulós bajnokság első körében 48-an indultak. Népes mezőn gyűlt össze a Szekszárdi sportközpontban 6. alkalommal megrendezett Aliszka Darts Open verseny első fordulóján. A Dorian Ádám 2015-ben kezdte el a sportot, a tavalyi megmérettetésen végül ő állt a dobogó legfelső fokára. Itt főleg régión belül egy nagy család, mindenki mindenkit ismer, és mindenki segít a másiknak, még akár egy másik egyesületből is, tanácsokkal adja el a másikat. A négyfordulós rendezvény különlegességét az adja, hogy teljesen nyílt, vagyis amatőröktől kezdve a profi játékosokig bárki nevezhetett. Lehet tőlük tanulni, itt azért vannak jól játszó emberek. Mi meg kezdők vagyunk, hát most így az elején kiesünk, aztán idővel talán bennmaradunk. A megmérettetésen 6 fős csoportokban mérték összetudásukat a résztvevők. Nagy Sándor szervező elmondta, hogy ezzel többek között a sportot szeretnék népszerűsíteni. Egy liga verseny, egy nemzeti bajnokságon csak akinek versenyengedélye van, olyanok tudnak részt venni, viszont mi szeretnénk népszerűsíteni és a dartsot, és pontosan olyanok, akik csak kettelésből eljönnének, játszanának, de lehet, hogy később kedvet kapnak hozzá, és akkor versenyeken is úgy gondolják, hogy majd, hogyha eléggé felkészülnek, el tudnak jönni, esetleg pedig a szakosztályunk létszámát is tudjuk ezzel bővíteni. Az elnök hozzátette, hogy az évek alatt egyre közkedveltebb lett Szekszárdon a darts, ezt az is jól mutatja, hogy a versenyen ezúttal már 48-an próbáltak szerencsét. A költési időszak közelettével a tükröződő felületek eltakarását javasolja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az MME hétfői közleménye szerint évről évre érkeznek tavaszi bejelentések olyan madarakról, melyek épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében, akár napokon át is a saját tükörképüket támadják. Mint írják, a jelenség megelőzése, kezelése egyszerű. Ennek módja a tükröződő felületek eltakarása, a külső visszapillantása,
visszapillantó tükrök behajtása, de kihelyezhető a madarakat riasztó rémzsinór is. Mivel a természetben ennyire stabil és tiszta tükörkép nem létezik, az állatoknak nem volt lehetőségük evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni erre az inger özönre. A probléma az, hogy a hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az ellenség nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni. Eközben nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatja. Regionális híreink következnek. Komp közlekedés sűrítette járatait a Bahart ZRT. Megvannak a felvételi eredmények. A nyolcadikosoknak március 21-22-én van lehetőségük sorrendet módosítani. A Pécsi harmadik színház megmentése, a jegyárakból befolyt teljes összeget felajánlották a működésre. Sűrűbben járnak a kompok a Balatonon. Szántódrévből és Tihanyrévből 40 percenként indítanak járatot. A Balatoni Hajózási ZRT pedig már megkezdte a felkészülést a szezonra, mely hivatalosan április 8-án indul. Akkor két felnőtt és egy gyerek egyet szeretnék kérni Tihanyba. Egymás után érkeztek Szántódrévbe pénteken délután az utasok. Volt, aki autóval, amíg más gyalogosan, kerékpárral vagy éppen motorral vette igénybe a komp szolgáltatást. Ez a pár 20 év után először utazott újra a két part között. Gyönyörű a Balaton ilyenkor is. Jó volt, kulturált, tiszta. Sok család használta ki a tavaszi időt kompozásra. Tihanyban voltunk egy ilyen háromnapos hétvégén, és a kislány még soha nem utazott kompon, és eljöttünk megmutatni neki, hogy milyen. Nézd, gyönyörűség! Március közepétől sűrűbben járnak a kompok Szántód és Tihany között. Szántódrévből 6.40 és 18.40 között, Tihanyrévből reggel 7 és este 19 óra között 40 percenként indítanak járatot. A hajózási társaság folyamatosan figyeli a forgalmat, és ha kell, sűrítik a járatokat. A Balatoni Hajózási ZRT pedig már elkezdte a felkészülést a szezonra. Jelenleg a kompok közlekednek Szántódrév és Tihanyrév között, viszont húsvétkor megindulnak a személyhajók is. Szokás szerint egyre több kikötő és útvonal lép be a forgalomba. Először Siófok, Balatonfüred és Tihany, illetve Fonyód és Badacsony, Keszhelyen sétahajó, úgyhogy várunk mindenkit természetesen tavasszal, sok-sok újdonsággal is készülünk. Amellett, hogy a menetrendi hajók és a sétahajók elindulnak, számos partneri együttműködés keretében egyedi programhajókat is fogunk indítani már a tavasz folyamán is. A balatoni régió népszerű a kirándulók körében, a hajózási társaság ezért idén minden eddiginél nagyobb forgalomra számít. A pécsi Koch Valéria iskola központ valamennyi intézményegységét érinti a beiskolázás, melyek közül a legaktuálisabb a középiskolai felvételi folyamat. Az intézmény honlapján már megtalálhatóak az ideiglenes rangsorban a felvételi eredmények. A nyolcadikosoknak március 21-én és 22-én van lehetőségük sorrendet módosítani. Ezek a hetek a beiskolázásról és hamarosan a beiratkozásról szólnak. A pécsi Koch Valéria iskola központban az óvodától a középiskoláig tájékoztató fórumokat szerveztek. Az intézménybe Pécsről és a Pécs környéki sváb településekről is várják a diákokat. Március 17-én kell a középiskoláknak az ideiglenes felvételi jegyzéket közkincsé tenni. Ezt mi a tegnapi napon meg is tettük, feltettük a honlapunkon, találhatók a felvételi eredmények. Nálunk a mi iskolánkban figyelembe vesszük a 7. osztályos évvégi jegyeket, a 8. osztály félévi jegyeit, illetve a más iskolákból jövő gyerekeknek a szóbeli és írásbeli felvételi eredményeit német nyelvből. Ez az összpontszám látható ezen a felvételi jegyzéken, az ideiglenes rangsorban, ahol nem névvel ellátva, hanem kóddal, illetve az oktatási azonosítóval szerepelnek a diákok ezen a listán. Az általános iskolát és a gimnáziumot együttvéve csak nem 900 tanulója van az intézménynek. Amrejné Pesti Ágnes hozzátette, a két óvodából a gyerekek 70-80%-a biztosan itt kezdi meg az első osztályt. Ez az arány az általános iskolából a középiskolába átlépésre is igaz. A tanulók nagy része ugyanis folytatja a megkezdett képzést. Én nagyon szeretem az egész közösséget, akik itt vannak, szerintem nagyon összetartó
mindenki, a tanárok rendkívül segítőkészek, és mindig mellettünk állnak, hogyha valamire szükségünk van, és aki tényleg hát ilyen csapatszellemben gondolkodik, annak mindenképpen ajánlani tudná. A nyolcadikosoknak március 21-én és 22-én van lehetőségük sorrendet módosítani. Ezt több okból is tehetik. Egyrészt a felvételiken leszűrt tapasztalatok alapján mégis mást szeretnének megadni, vagy új tanulmányi terület megjelölésével más továbbtanulási szándékaik vannak. Jótékonysági estet tartottak a Pécsi harmadik színházban. Olyan pécsi és fővárosi színészek érkeztek a teátrumba, akik valaha megfordultak a színpadon. Tiszteletdíj nélkül szórakoztatták a közönséget a művészek, a jegyárakból befolyt összeget pedig teljes egészében a színház támogatására fordítják. Eljön a perc, mikor tettekben mérik az embert. Götz Attila, Vári Éva, Dévényi Ildikó. Csupán néhány pécsi színész, akik még 57 művésszel karöltve léptek színpadra a Pécsi harmadik színházban. Lenni vagy nem lenni címmel tartottak jótékonysági estet a teátrumban, amelyre teltházas közönség érkezett. Pécsi és fővárosi művészek, akik valaha megfordultak a színpadon, összefogtak, hogy egy változatos műfajú, sokféle stílust ötvöző, tartalmas estével ajándékozzák meg a publikumot. Mind egyetértenek abban, hogy meg kell menteni a teátrumot. 1999-ben egyből a főiskola után ide szerződtem ehhez a színházhoz, a Pécsi Nemzeti Színházhoz, és aztán később elkezdtem játszani itt a harmadikba, és rengeteg jó előadást hoztunk együtt létre a Vince Jánossal, a Tóték, a Sóska sült krumpli, Lázadó, lehet sorolni őket, úgyhogy engem nagyon a szívemhez nőtt ez a színház, mondjuk itt. Egy ilyen műhely, ami nem csak helyben nagyon fontos, de országosan nagyon fontos, és az a mérhetetlen mennyiségű szeretet és munka és tehetség, amelyet a Vince János generált ebben az épületben évtizedek óta, azt nem lenne szabad a gondolatát se elültetni az emberi fejekben, hogy ezt egyszer csak bezárják. Ez nem akármi. Annyira megható, hogy most itt körülnézek, hogy az előbb fönn voltunk a színpadon, és énekeltünk, és találkozom Fillár Istvánnal, Gergely Robival, Újvári Zoli, hát folyamatos állandóan nyomom a könyvzacskókat vissza, hogy ne sírjak, mert olyan csoda élményeink voltak itt nekünk, hogy nem szabad, hogy megszűnjön. Kell ez a városnak, kell ez az országnak ez a színház, ez egy különleges színház. Március 13-án ezt a bejegyzést tette közzé a színház, akkor még több mint 13,5 millió forintot számlált a pénztár. Az énekes, verses művekkel tűzdelt előadás után ez az összeg biztosan megemelkedett, hiszen az est teljes bevételét felajánlották a színház javára, támogatására. Add meg a szívem dobbanását! Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer, röviden. Kezdődik a motoros szezon, közlekedésbiztonsági akciót szervezett a Szekszárdi Polgárőr Egyesület. Óraátállítás, idén március 26-án kerül rá sor. Falusi disznóvágás, lengyelen másodízben rendezték meg az eseményt. Aliszka Darts Open első forduló, 48-an neveztek a versenyre. Kedden alapvetően napos időre számíthatunk, de olykor mérsékelt felhősödések is lehetnek. Elszórtan, nagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton kisebb záporok is előfordulhatnak. Éjszaka csillagfényes, helyenként mérsékelten felhős, fagymentes időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!